Tisztelettel köszöntöm én is Önöket, elnök asszony, elnök helyettes úr, államtitkár asszony. Nyilván ez a mai egy munkalátogatás, hiszen mint új miniszter feladatomnak tartom, hogy a minisztérium hatáskörében lévő háttérintézmények munkájáról tájékozódjam, és egyeztessük azokat az elképzeléseket, amelyeket részben, mint miniszter hoztam magammal, másrészt, amelyek a háttérintézményeknél megszületnek. A mai látogatás is ennek a részét képezi. Az sem véletlen, hogy az első látogatásom ide a NAP-hoz vezetett. Ugye több mint 22 ezer ember dolgozik ennél az intézménynél. Ez az intézmény garantálja az adóbevételnek a 92%-át, vagy általában a bevételnek a 92%-át, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy ebben a hivatalban mi történik. És azt kell mondanom, hogy azok a kormányzati intézkedések, amelyek az elmúlt most már közel 3 évben történtek, nyilvánvaló, hogy ezen a hivatalon keresztül érnek el az emberekhez. Fontosnak tartom elmondani, hogy a látogatás és a elnök asszonnyal, a kollégákkal való megbeszélésen azért kicsit számadást is készítettünk, hogy adófronton és a bevételek frontján hogy állunk. Azt kell önöknek mondanom, hogy a nagy adórendszerbeli átalakítások azok véget értek, a finom hangolás időszaka jött el adó területen is. Tehát az elmúlt 2,5 évben a kormányzat olyan döntéseket hozott, amelyek jelentős mértékben átalakították az adórendszert, az adószerkezetet. Ugye az a kormányzati elvárás, hogy a fogyasztási típusú adóknak az adótétele emelkedhet, és mellette ezzel párhuzamosan a jövedelem típusú adók szerepe, mértéke pedig csökkenjen, az megvalósult. Személyjövedelemadó rendszer átalakítása, egy kulcsos adórendszer, áfakulcsoknak a módosítása, jövedéki adóban történő változások mind ennek a részét képezték. Ez tehát mondjuk a lakosságot közvetlenül érintő terület. A vállalkozások területén is ugye nagy átalakításokon mentünk keresztül, hiszen olyan társasági adórendszerünk lett, amelyik 19-10%-os mértékben, kedvezményesebb mértékkel adóztatja a vállalkozásokat. Ha egy kormányzat értéknek tekinti a munkát, a munka szerepét, akkor nyilván támogatni kell, ösztönözni kell azt, hogy a vállalkozásaink minél több munkahelyet tudjanak teremteni, és minél több lehetőséget találjanak arra, hogy az adórendszer átalakításával és az új adórendszer használatával a gazdaságpolitika és a gazdasági növekedés sikeresebb legyen. Cél volt ugyanakkor az is, hogy a gazdaság fehéredjen. Ugye Magyarország még mindig az az ország, amelynél a becsések szerint 20-30% között van a fekete gazdaság vagy a szürke gazdaságnak a részaránya. Ezek az adóváltozások, a kedvezményesebb adókulcsok, a kisebb adómértékek azt is jelentették, hogy a fekete gazdaság részaránya csökkenhetett. Itt mi mindig el szoktuk mondani, hogy minden számla munkahelyet tart meg, és munkahelyet teremt. Tehát a fekete gazdaság összességében árt mindenkinek, elsősorban azoknak árt, akik tisztességesen fizetnek adót és tisztességesen vállalkoznak, de árt paradox módon annak is, aki ebben a fekete gazdaságban helyezkedik el, mert azok az elvonások, azok a terhek, azok a közterhek egyébként, amit más területen fizet ki, azok magasabbak tudnak így kénytelen kelletlen maradni. Jelentős lépéseket értünk el az adminisztrációs terhek csökkentésében is. 2.600.000 ügyfél keresi fel, vagy kereste fel egy év alatt személyesen a NAV irodáit, intézményeit. Ez azt mutatja azért, hogy még mindig jelentős mértékben kell az ügyfeleknek személyesen is megjelenni, egyeztetni adatokat, és így tovább a hivatalokban. De egyre inkább terjed szerencsére az online ügyintézés, tehát egyre több alkalom van arra, hogy adott esetben az ügyfél az a saját hivatalából, vagy a saját kényelmes karosszékéből intézze ezeket az ügyeket. Jelentősen rövidültek egyébként a ügyintézési határidők is. Örömmel mondhatom, hogy ezen a területen azért a NAV-nak a munkája sokkal operatívabbá vált, és sokkal hatékonyabbá vált. Mindezeknek az egyik nagy előnye, hogy a foglalkoztatás is növekedni tudott, hogy az adórendszer átalakítása, az adórendszer módosítása lehetőséget teremtett arra, hogy több munkahelyet tudjunk megtartani. Ehhez reményeink szerint azért majd a január 1-ével indult
munkahelyvédelmi akcióterv is hozzá fog járulni. Jelentős összegeket hagytunk itt a gazdaságban. Ugye az egykulcsos adórendszer bevezetése 500 milliárd forintot hagyott kint évente a lakosságnál, még akkor is, hogyha itt részben egy kompenzációs rendszer kellett működtetni, azért jelentős összeg maradt az embereknél, ami azt jelenti, hogy a megtakarítások tudtak növekedni, ezeket a pénzeket pedig el tudták költeni az emberek. Ezek a növekedés segítették elő, vagy adott esetben, ugye ismerve a devizahitelek nagy arányát az országban, hozzá tudtak járulni ahhoz, hogy a devizahiteleiket az emberek könnyebben tudják fizetni. Családi kedvezményeket tudtunk elindítani, ugye egy jelentős támogatást tudtunk adni a családoknak azzal, hogy az adórendszer most már elismeri a gyermeket vállaló családoknak a terheit. 2011-ben ugye 500 ezer egygyermekes család, 350 ezer kétgyermekes család és 150 ezer háromvilánál több gyermekes család tudta igénybe venni ezeket a kedvezményeket, jelentős könnyítést, jelentős összeget hagyva kint az embereknél. Amit szeretnék még mindenképpen hozzátenni az elmondottakhoz. Az APEC, vagy a NAV-tól, bocsánat, a NAV-tól, ami egy rendkívül hatékonyan működő intézmény, és amely ugye 2011 óta működik NAV elnevezéssel, a APEC és a VPOP összevonása után, ugye mindenképpen azt várjuk, hogy hatékonyan lássa el a munkáját, de alapvetően ez a hatékonyság ne legyen sohasem olyan, ami a tisztességesen működő vállalkozásokat, vagy a tisztességesen becsületesen adózó embereket sérti, vagy zaklathatja. 2011. januárja óta, mióta az összevonás megtörtént, azért úgy érzem, hogy a NAV egyre inkább törekszik erre, de itt a mai munka megbeszélésen is azért arra hívtam föl a NAV vezetésének a figyelmét, hogy alapvetően olyan területeken is keresse az adózói körbe bevonhatóaknak a elérhetőségét, ahol jelenleg nem történik semmiféle közteher fizetés, hiszen egy-egy magyar kis- és középvállalkozó joggal mondja azt, hogy miközben én már a sokadik ellenőrzést kapom, azon közben még mindig olyan köröket, olyan vállalkozókat nem ért el a NAV, akik ezt mindenféle számla vagy ellenőrzés nélkül teszik meg. Azt is kértem a NAV vezetésétől, hogy az állampolgárok számára továbbra is az ügyfélbarát vonal valósuljon meg, és hogyha lehet ezen a területen még legyen előrelépés. Ilyennek tekintem a levelezési rendszert. Ugye ami hozzánk, akár mint kormányzati vezetők, az akár mint parlamenti képviselőnkhöz befut az ügyfelektől, az elsősorban olyan terület, amelyik az állampolgár, ahol az állampolgár találkozik a NAV-nak a működésével. Ilyen az, amikor levelet hoz a postás, kibontjuk a levelet, majd újra elolvassuk a levelet, aztán újra elolvassuk a levelet, és megpróbáljuk megérteni a levelet. Tehát azt gondolom, hogy ezen a területen is lehet még előrelépést elérni. Azt mindenképpen eredménynek tekintem, hogy a hatékonyabb együttműködés megvalósult ezzel az összevonással. Az elmúlt évben ugye több mint 14 ezer bűncselekményt derítettek föl a NAV munkatársai. Mindenképpen elismerés illeti ezért őket, és hát nyilván elismerés illeti azért a munkáért, amelyel biztosítják az államháztartás nyugodt, kiszámítható működését, és biztosítják, hogy azok a közösségi célok, amik a államháztartás kiadási oldalán szerepelnek, az egészségügyi ellátás, az oktatási ellátás, a közbiztonság fenntartása és további ilyen területek megvalósuljanak. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy alapvetően egy olyan munkamegbeszélést tudtunk tartani, ahol a eredményeket tudtuk számba venni. Nagyon bízom benne, hogy a NAV következő hónapokbeli működése is azt a célt fogja szolgálni, hogy ez a munkateljesítmény megmaradjon, és lehetőség szerint azok a finom hangulások vagy korrekciók megtörténjenek, amiket a mai megbeszélésen kértem. Köszönöm szépen!